10 napja az egyik bevásárlóközpontban. Már a húsvéti kínálatot méregették a nyugdíjasok, amikor érkezett a hír, újra Erzsébet utalványt kapnak a kormánytól a gazdaság teljesítményére hivatkozva, ismét 10.000 forint értékűt a közelgő ünnep miatt. Tényleg. Köszönöm szépen, nagyon örülök neki. Minden arra megy, hogy minél több szavazatot nyerjenek a fideszesek. Melyik nyugdíjas nem örül, főleg a kis nyugdíjasok. Adjanak csak, mert jár nekünk, szóval mindig járnak. Minden hónapban adhatnának. Az Erzsébet utalványokat idén is a postás hozza házhoz. Szerdán kezdték kivinni az utalványokat, akkor annyit ígértek, április közepéig befejezik a belföldi kézbesítést. Most kiderült, a postások plusz pénzt, 50 forintot kapnak minden egyes átvett borítékért. Ha nem sikerül a kézbesítés, értesítőt kell hagyniuk, az ilyen címek után 20 forint jár nekik. A posta híradónkkal azt közölte, az Erzsébet utalvány átvételét aláírással is igazolni kell, ezért ez hosszabb időt, több percet vesz igénybe, mintha nem találja otthon az érintettet dolgozójuk. Május elején összesen 200 millió forint jutalmat osztanak szét a postánál. Karácsony előtt nem járt plusz pénz az utalványok kézbesítéséért. Most arra hivatkoznak, hogy az elmúlt hónapban megugrott a forgalmuk. Azt írták, leginkább a címezetlen reklámkiadványok és a hivatalos iratok száma nőtt meg. És ehhez jönnek még az Erzsébet utalványok. Itt kell szétválasztani őket. Kérdeztük a tulajdonos, az államképviselőjét is, miért most fizet extra juttatást a posta. Nem tudom megmondani, hogy a korábbiakban volt-e erre példa, vagy nem volt. Magyar kormány nem foglalkozik a posta bérezésével, azon túl, hogy igyekszik minden magyar állampolgárnak annak a lehetőségét megadni, hogy időről időre, évről évre egyet tudjon lépni előre, tehát béremelésben és juttatásokban vagyunk érdekeltek. Az LMP szerint a posta most azért döntött jutalomról, hogy minél több nyugdíjas megkapja az Erzsébet utalványt már a választások előtt. Garantálni akarják azt, hogy az emberekhez eljut ez a pénz, viszont én a magam részéről azt gondolom, hogy ez pontosan régi politikai működés. 4 éven keresztül semmit nem csinálnak, az utolsó pillanatban meg rögtön kinyitják a bukszát, és megpróbálnak lekenyerezni embereket, és ebbe a társasjátékba akarják bevonni a posta dolgozó. Az egyelőre nem derült ki, mennyibe kerül most az adófizetőknek az Erzsébet utalványok kézbesítése. Karácsony előtt borítékonként 400 forintot fizetett a kormány a postának.